a hátsó kerékpár tárolóba megérkezett Gyula a kerékpárjával. Gyula, menj be és írj alá, megérkezte a kerékpároda. Steppinger úr rollerrel érkezett az iskolába. Kerékpárján ott a lakhat. Szép kis fehér rollered van. Mikor kaptad? Tegnap. Tegnap? Ez egy új... Tényleg ez egy napos rollered? És mire kaptad? Hát csak úgy, mert nagyon szerették volna. Ja, értem. És anyáik megleptek. Hát jó. Egészségedre. Újabb kerékpáros. Bent írassátok alá. Megérkeztetek. Édesapa kísérte a fiút. Jó reggel! Jó reggel! Pici, az apa, jó reggel, és az édesanyja is megérkezett a kerékpárról. A család bekísérte a fiát. Na és nem csak diákok, de a tanítónénik is kerékpárral járnak. Íme egy... Vali néni, milyen gyakran jársz te az iskolába kerékpárra? Minden nap. Minden nap. Hát, neki nincs füzete. De... Most nincs. De csak azért, mert esküvőm voltam hétvégén, és otthon maradt minden. De vittem haza rendesen. Értem. Majd holnap be. Igen. Hát őt nem regisztráljuk a versenyben, mert nem regisztrálható, de büszke kerékpárosunk. Köszönöm. Ugyan, szeretném megkérdezni, hogy együtt járnak minden nap kerékpárral? Vagy csak most tetszett jönni a lányjal? Hát szoktunk jönni, de nem együtt. Néha. Néha együtt jönnek. Most ez a reggel egy ilyen reggel. Igen, itt van a férjem. Értem, köszönöm. Megjött egy nagyon lelkes kerékpáros fiunk. Kérlek, mutatkozz, és mondd meg, hogy honnan jársz te kerékpárral? Tóth Ádám Sándor és a Tesco-nál a Vatkacsa utcától. A Vatkacsa utcában lakik a fiú, és ha jó idő van, mint amilyen a mai reggel. Mai nap akkor onnan, a Tesco-tól kerékpárral jár. És nem veszélyes ez neked főúton közlekedni? Nem. Kerékpárral, nem? Tegnap például nagymamámig mentem el. Meddig? Nagymamámig, ami az Örsön, Rákos valami. Hát akkor te nagyon aktív kerékpáros vagy, de hát látom, hogy jól felszerelt kerékpárral, kukós is akar. Zsuzsa néni, gyere, gyere! Bocsánat! Megjött az énektanárunk is, ő is kerékpárral jár. Leteszi Valli néni kerékpárja mellé az övé. Zsuzsa néni, te milyen gyakran jársz kerékpárral az iskolába? Ha tehetem, akkor minden nap, hogyha nem kell mennem keresztúra vagy a városba intézni a dolgaimat. Uh-huh. Úgyhogy gyorsabb is és egészségesebb is. Hát köszönjük. És hát a közelben, ez nagyon klassz dolog. Köszönöm, szervusz, jó munkát! Megérkezett egy újabb kerékpáros. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, de hol a táskád? Hol a táskád? A gyerek kerékpárral érkezik. Még nekem is nehéz, nem csodálom, hogy a gyereknek nehéz. Na, gyere. No. Attila az, akit áll az asztalnál. Előtte a füzetek, amelyek arra várnak, hogy regisztráljanak a kerékpárral iskolába érkezők. Ő ide gyűjti az aláírásokat, és később igazoló igazgatóhelyettesi aláírást és pecsétet kapnak a füzetek. Zárra kerülnek a kerékpárokra. Jó napot kívánok, a nagypapa is meghozta. Megörökítjük itt a
gyanús eseményeket. Nem, hanem van egy ilyen akció, hogy bringázz a suliba, és azt nézzük, hogy hányan érkeznek reggel kerékpárral. Hát elég sokan. Sokan, hál' Istennek, igen. Hát itt a környékről nincs a nagyobb közlekedés. Igen, és ha jó idő van, akkor nagyon sok szülő is elkíséri. Persze. Mi télen nyáron? Az alsós. Mi télen nyáron? Télen nyáron? Persze. Szóval hát most hófagy, meg ilyenekben nem bízunk. Na, világos. Nagy, kicsik és nagyok egyaránt. 8. C-osztályos fiú. Jó reggel. Jó reggel. Nagyon jó. A hölgy nagyon úriasan érkezik, a táska az anya hátán. Igen. Igen. Ez a... Egy, jó, hogy ez. Igen. Lassan 8 óra előtt vagyunk, 7 percet, és a kerékpártárolóban a kerékpárok már rendesen. Ennyi füzetet nem is kaptunk. Mint a hány kerékpáros mennyi. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttek viszontlátásra.